Teljesen megtelt szombaton a Signum iskola és a Szent István tér gyerekekkel, valamint hozzátartozóikkal. Több éves hagyomány már, hogy a tanév megkezdését követően családi napot tartanak az oktatási intézményben. Az idei esemény különlegességét az adta, hogy egyben az Energia Tudatos Gondolkodás az Életmód Népszerűsítése című pályázat záró programja is volt. Mi Boldogasszony iskola nővérek igazából egybe látjuk a dolgokat, tehát nálunk az energiatudatosság összekapcsolódik a Föld iránt érzett felelősséggel, és azzal, hogy egymásra tekintettel legyünk a Föld lakóira, és ne csak a saját érdekeinket hajszoljuk, és ez a nap tulajdonképpen arról szól, hogy jól érezhetjük magunkat, családok, tanárok, gyerekek, kicsik, nagyok, nagyszülők, úgy, hogy közben gondolkodunk arról, hogy mit tettünk a Föld emberhez méltóbb alakításáért. A programok is mind ökosak voltak. Összesen 21 állomáson tehették próbára magukat a gyerekek és kísérőik. Környezetbarát, szabadidős tevékenységek várták őket. Készíthettek óriás buborékot, lehetett csocsózni és focibiliárdozni. Jóni Vivien mamájával vett részt a családi napon. Elsőnek voltunk misén, utána voltunk ilyen pantomimes, ilyen foglalkozás szerűn. Utána itt a templom előtti ilyen kertben van ilyen biliárdasztal, ott lehet játszani mindenkinek, és itt a focipálya mellett ilyen, van egy ilyen nagy füves rész, és ott lehet buborék focizni. Mi tetszett a legjobban? Hát a buborék foci. Milyen élmény önnek részt venni egy ilyen eseményen? Hát igazából nagyon jó volt a templomban meghallgatni a klímaváltozásra kapcsolatban azt a műsort. Azon kívül felszabadultak a gyerekek, és azért itt tényleg saját magukat adják, és akkor itt nagyon boldogak voltak, itt kipróbálták a játékokat. Úgy gondolom, hogy ez sűrűn kell a gyerekeknek. A napzárásaként alföldi bagolyással készültek a vendégeknek a szervezők, illetve desszertként kínálták a 600 szeletes születésnapi tortát az iskola fennállásának kerek évfordulója alkalmából.